Sziasztok, Nader 86 vagyok, és itt a Crafters Tech Heat. Szóval, hogy itt van velünk Szivacs, és ja. Együtt csinálunk egy kis Tech Heat-et. Szóval, nem tudjuk, hogy mi a célja, vagy hogy miért csináljuk, vagy hogy mit csinálunk. Ez a lényeg, körülbelül. Hogy Tech Heat-ezünk. Aztán ki lehet találni, hogy mi is legyen a cél. Szerintem ez nem ilyen oktatós lesz, mert akkor olyan már van. Ebben nem is vagyok olyan jó magyarázós típus. Azt vettem észre. Ja, szóval csak úgy el vagyunk a tekintem. Meg úgy is vége van most a Minecraft modokkal sorozatomnak. Szóval ez ilyen, nem is tudom, áthidaló sorozat, amíg kijön 1.3-ra az összes mod, gondolom. Ó, tényleg majd kéne csinálnom egy ups, ilyen 1.3 bemutatást. Igazából még én sem tudom, hogy minden van. Tudom, hogy lehet a villagerekkel kereskedni, és ez nem is tetszik annyira. Meg van valami új redstone blokk, amúgy. Ja, izé, mi annak a Trifire neve angolul? Nem tudom magyarul, hogy mindjárt. De ennyit tudok róla, hogy új redstone blokk. Falon ilyenkor, és közte, ha átmész érzékel. Ez nagyon fontos. Oh. Hol éljünk? Arra gondoltam, hogy valami márványházat kéne csinálni, mert az szép, meg ott van márvány közel. Meg mindenki márványházat épít. Aki van, mert ez tekét! És muszáj márványházat építeni. Ott van olaj. Az jó lesz. Csak az a baj, nagyon összefolyik a vízzel. Na mindegy, majd alá. Megoldjuk. Majd megszűrjük. Amúgy én Red Power-rel még nem foglalkoztam, szóval lehet, hogy azzal fogok kezdeni. Dettó. Például egy sorting machine. Ez majd vicces lenne. Na jó. Szerintem kezdjük azzal, hogy milyen difficulty van? Normál, azt hiszem. Az jó. Akkor szerintem kezdjük azzal, hogy lemászkálunk, keresünk valami barlangot. És megpróbálunk szerezni egy gyémántot. Meg minden mást. Nyilván. Na, ami fontos, az igazából rengeteg ez nem igaz. Redstone. Rengeteg redstone, igen, és jó vas. Jó kis nyelvtörő. Igen. Ja. Tényleg az ilyen vasok, vagy ércek megszerzését, azt csináljuk meg rendesen videóba. Gyorsítjuk, vagy megcsináljuk. Hát szerintem csináljuk meg rendesen. Oké. Okay. És valamiért csak azért is különféle színű fát vágtam ki, hogy nehogy már stackelni tudjam, na jó. Összettem egy halom szeplinget. Na jó, keressünk valami lakást a föld alatt. Na, van egy workbench-em, szóval itt lehetne dolgozni. Oké. Okay. Jó, ez mindjárt eltűnik innen. Rossz én vagyok. Szóval, láttál bárhol is barlangot? Igen, ezen az oldalon van itt. Hol vagy? Egy hegytetőn. Na várján, itt vagyok az alaj oldalán a hegynek. Aha. Igen. Meg feletted. Megpróbálok feljutni. Oké. Okay. Itt van ott például egy elég mélynek látszó bemélyedés. Akkor ezt csökkeljük. Jaaa! Nézd már, itt van egy kis átjáró. Tök vicces. Itt fog menni a vonat, mit szólsz hozzá? Jó, úgyis van Railcraft meg Steve's Cart. Az nem tudom mi a másik, amit mondtál. A Steve's Cart az ilyen több Minecraft fajtákat ad a játékhoz. Például van motor, drosh, meg van... Az nem Railcraft-en van? Nem, az Steve's Cart. Na mindegy. Külön mod. Ó, oh, hello Raze, kiszedlek. Ja, nem lehet facsákányal, akkor nem. Na jó, megint elhajtalak el? Meg vagy? Itt van, amúgy. Barlangocska. Csoda, hülyen nőnek itt a szendek. Meg itt kő van a felszínen, azt nem bírom. Felszínen legyen föld, vagy szend, vagy grass. Igen, ez egy elég szép barlangocska. Jó, csak magamnak egy saját privát workbench-et. Jó, hajrá. És valami. Szén! Ups, na így. Jaj, menj is már.
Crafting Bench 3. Nincs itt valami ilyen durva, mi annak a neve? Nád. Akkor csinálni Crafting Bench 3. Van Mistcraft. Nincs francba. Nem ismerem annyira. Nem, az új, rengeteg új dimenziót ad a játékhoz, és a legújabb technik verzióban benne van. És most megcsinálták multira, és nemrég, és kíváncsi voltam, hogy betették-e, de nem. Ilyen lightning kip van. Fenébe itt nem látok semmit. Szedtem szenet, szóval. Jó, akkor csináljunk torcsot. Megpróbálok összerakni egy sütőt, mert az feltétlenül hatékony. És itt van egy zombi barát. És nem igazán szeret engem. Ja, összeraktam egy süt. Ide, szerintem ide rendezkedjünk be egy kicsit. Hát... Jó, nálam már van kőcsákár. Ej, dáj. Szerek fémet, vagy mi vasat? Állj, ezt már életem okay, végéig fémnek fogom hívni. Jé, itt egy gravel, és... meg van állva. Mert meg egész szép barlang van. Van egy halom gravel itt. Kettő creeper, az nem jó. Spont most nyitottam meg előttük az utat. Ajjajjajjajjajj. Hát nem tudom, én most craftolok egyelőre egy sütőt. És nem tudom, mit süssek. Igazából ezt is ki lehetne alakítani háznak, nem olyan rossz ez. Nem. És aztán majd odaépítünk az olajhoz valamit, és megyünk Realcraft-el, mert az olyan jó. Én úgy is szeretek barlangokat házzá alakítani, abban jó vagyok. Na, le tudod dobni a szenet? Mert akkor kicsit felfedezek meg, ki tudjuk. Az összeset becraftoltam fákjának, viszont ja. Abból van 9. Nice, akkor égetek ki viszont inkább fát, meg csinálok egy ládát ide. Au, ajajajajaj, be kéne csukni a... hátsó ne, bejáratot. Ne, robbanj be. Az creeper, az creeper. És nincs menekvés. Ups. Nem baj, kicsit segített társni. Okay, itt megpróbálom, ezt elzárom gravel-lel. Nincs sok építőanyagom. Itt már még póba mászhat az a baj. Ó, van nálam föld. Ez pont optimális. Jó, hát innen úgy se tudnak bejönni, mert túl mély. Itt egy creeper. Ne. Az creeper, az creeper. Ne. Bejött frontba. Oké. Hát. Végülis ez így nem is néz ki rosszul. Ez itt egész jó. Bezárom. Jó. Na akkor régetek ki. Na akkor. Kis fát. Jó, hajrá. Legyen szenünk. Éjszaka van legalább? Aha, igen, rejtsd mindenki. Fentről is fognak ömleni ránk mobok. Nem hiszem amúgy, na nem baj, akkor segítek ásni. Jó, ez amúgy integrált kőszerzés is nekem. De a dizájnt is csinálok ezzel. Ja, nálam pont annyi kő volt, hogy csináltam vannak egy sárkányt. Meg egy sütőt csináltam. És akkor itt majd kéne valami ajtó, bánya, ajtó, és semmi normálkaja. Hanem van egy alma. Na, én már ettem almát, most romlott húst teszek. Nagyon jó féle. Ez mondja, egész jó kis házat összetudok ebből rittyenteni majd. Nem. Csak időkérdése. Ilyen bioszférben csináltunk egy kis föld alatti házat, fafar, meg ilyesmi, ez poén. Én meghagyom ezt a kis keretet amúgy ennek a háznak, csak a... Tehát a belmagasság az marad, ez csak ez a kis keret, így oldalt, ezt ja, meghagyom, poén. Ez olyan jó. Itt lent is maradhat egy ilyen. Ez itt. Majd megdizájnoljuk. Ja, ilyen... keresztbe hirdetés, szóval aki néz minket, az nézze szivacsot is. Szerintem fordítva. Körülbelül. És kinézi szivacsot, megnézzem minket. Szóval, ja. Nagyon sok zombit hallok, szóval szerintem esélyes egy spawner is esetleg. Nem tudom. Szerintem én lepakolok. És úgyis mindjárt éhen halok. Akkor legalább felderítek egy kicsit. Ups, jó. Nem maradt elég fám egy kartra se.
Ez így se jó, francba. De legalább. Adok. Ha van érceld, akkor azt bepakolhatod a sütőbe, mert most raktam bele. Semmim nincsen egyenlőre, de ott járunk. Most meg ezt a három iron nem fogom berakni, mert nem igazán éri meg. Csinálok egy csomó kőeszközt. Egy kardot is. Van kardod? Nem, de már craftolásban vagyok. Oké. Okay. Tök jó kírja az EMC értékét mindennek. Azt én is szeretem azt a funkciót. És akkor ezt úgy kéne, hogy... Igen, oké. Okay. Nem látok semmit, nem látok semmit. Érsz? Jövök utána fákjával. Ez valami tin lesz. Elhaladtál egy csomó vas mellett, meg szén, a meg tin. Ezt nézd! Mineshaft, jaj, azokat, hogy gyűlölöm! Legjobbak, abban van a dinnye, kedvenc növényem. Jó, akkor én azt majd felfedezem. De amúgy ez egész szép bánya, itt amúgy itt is nagy, van Mineshaft. Nagy üreg. Igen. Szerintem ez egy ravine. Van egy csomó szén, meg van ott egy az csomó ezüst, vas. Jól látom, igen, ezüst. Arany. Ott láttam zafír. Csak túl sok a mob, majd lemegyek később. Most hozok valami csarkányt és kiszedem, ami itt fent van. Meg hozok fákjákat. Én is elkezdtem szedni szenet, mert jó. Már alig van életem, már nem tudok futni, vagy mi kajám. Csak gyalogolni. Csinálok fákját, mert semmit nem látok. Most szedek szenet, szóval azzal nem lesz gond. Akkor az összes charcoalunkat átalakítatom. Fákjával. Jó. A charcoal az azért jó, mert kevesebb EMC, mint a szén. És ezért tehát egy szénet Philosopher's Stone-on át lehet alakítani 4 darab charcoal-on. És ez nagyon gazdaságos és jó. Ez azért, főleg azért jó, mert generátorba. Uh-huh. Hogy ne pazarolj annyit. Az még az elején, amikor nincs napenergia, vagy akármi. Ha használunk egy külön exchange-et, akkor lazán berakjuk a gyártson lávavödröt. Nyomatunk bele bármit. És... ez egy kör. És a lávavödröt meg berakjuk geotermikus generátorba. És abból van az áram. Úgy találtam uránt. Így alakítunk EMC-t árammá. Uránt? Ahhoz kéne fém. Úristen, nagyon jó, én a bánya. Szedtem 5-öt. Tudom is én, valahol nem tudom már, hol vagy. Egy kis réz, az is jöhet. Default, ez kell. Jó, nem. Itt még fent vagy leugráltál oda? Én fent vagyok, én nem ugrálok még egyenlőre sem. Nem, beszedtem. A saját egészségem megőrzése érdekében. A tin az mi is volt, majd te kioktattak erről, hogy az nem own. Ja, de own. De az nem own. Bádog, nem own. Bádog. Mert a tin man az a bádogos. Ezt gondoltam, a tin akkor biztos. Jó, de ez angol szójáték, tehát ez nem feltétlenül van így. Én azt hittem. Jaj, a részből mennyire túl sok lesz egy idő után. Jézusom, ne ijeszges. Még ha ilyen jó kis zombiski nem lenne. Ez a slime-os is jó. Hát zöld, az megvan. Na jó, ezt elhagyom. De használtam úgy texture packet? A technikbe be van téve a Fateful, de nekem, a tekintben nincs, és lusta vagyok tenni. Nekem van téve a Fateful, csak valamiért nem az van beállít. És már legutóbbi részben beállítottam, mert különben a... valamelyik cső nem jól jelenik meg az alap texture packben. És tök durva, a Fatefulban meg jól. Igen. Szóval... ez is ritka mondjuk. Majd beállít. Itt megpróbálok valami esztétikusnak kinéző lejáratot csinálni. Mizét akarok használni mindig a specs-et, csak nem bírja a gépem. Az annyira nem jó, nekem amúgy nekem nem tetszik. De sokan mondják, hogy túl ilyen kis rajzfilmszerű, de szerintem jól néz ki. Úristen, mennyi rész ez. Szerintem hogy az elején a játéknak bőven elég lesz. 32-t szedtem be. Majdnem mindet egy helyről. Honnan került hozzám egy darab fa? Szerintem elejtettem.
De tök máshol vagyok, mint te, az úgy nem baj. Jó tanálat van azt. Most vettem észre. Lehet. Ups. Mennyi szenet vigyek? Mert van egy halom, vigyem mindent. Hát igen, mert abból sok kell generátorról, meg ilyesmi. Később már azt szoktam átalakítani a MC-ben. Túl sok van. Hát igen, meg a Nikolajt, az nagyon jó MC-forrás. Én a Nikolajt azt mindig elhasználom, mert csak a sok Blue Retrix szart. Igen, tehát hogyha a Red Power-t akarunk használni, akkor az viszont kell, és nem elcseszni MC-re. Mindegy, hát elrakunk egyet, aztán max visszaalakítjuk. Amúgy annak mennyi az MC-je Redstone-ival egyenlő? Nem, sokkal több. Sokkal. Jó. Azt tudom, hogy 64 olyan Nikolajt az egyenlő a Diamantéval, szóval 8192. Igen. Tehát 8192-ben a 64, igen. Annyi ilyen. Na, ezt ad mikor fogom. Na, ezt nem is olyan jutam, hogy kiszámolni. És nem fogom megmondani nektek, hogy hogy kell, ha beavatott vagyok és tudom a módszereket. És úgy fogom tenni, mintha nem számolnám ki. Amúgy lazán, mert ugye mind a kettő-kettő hatvány. És hát igen, felírok nyilván. Hatvány alakba, és akkor nagyon egyszerű elosztani. Csak nem tudom, várjál. 1024 az kettő. Ez a cobblestone itt. Á, most nem fogok számolni. Most játszok. Ups, itt a sötét rész. Hogy kéne ezt úgy megcsinálni, hogy szép is maradjon, meg használható is. Oké, azt hiszem, így jó lesz. Oh, itt egy láda, itt egy láda, itt szerintem... Egy és van benne két gyémánt, és hét kenyér. Nem, azt a, az rohadt jó. Van két gyémántom, és nem kapsz belőle. Nem is kell. Tudod, mit fogok csinálni a két gyémántomból? Enchanting semmit, table. Mert gyűjtsük egy gyémánt csak. Nehogy már. De ahhoz meg kell sajnos üze is. Baszak. Obsidian, úgyhogy mindenképp kell csinálnunk egy csákányt. Igen, meg a Transmute Table-hoz is kell majd obszidián, meg a Nether Cup-hoz is kell majd obszidián. Szóval... De utána kell izé. Szóval, hogyha el akarjuk kezdeni az EE-t, akkor a következő a folyamat. Tehát először három gyémánt, Nether Cup-u, Nether, Glowstone, Philosopher's Stone, Transmute Table. Tehát így ez az alap. Ja. Ezzel még lesz munka mondjuk, de... azt hiszem egyenlőre rendben van. Van a stack. Szén, és szerintem van annyi vasunk, hogy csak magamnak egy vas csákány, mert egy, találtam már még egy uránt azóta, meg láttam ért izéket, drága köveket. Szerintem ide hazajövök, és öngyilkos összeg, és akkor fel van töltve a kajám. Oké, mindenemet beraktam a ládába, még a értékes kémántjaimat is. Én nem nyugok hozzá, jó, nyugi. Beraktam még a... Na jó, lehet, de... Beraktam az összes... mi a fene annak a nevét kiégetni? Tudod, mi kéne? Egy nagy csalásnak számít a diviningről? Nem, szerintem nem. Én sokra nem szoktam akkor... használni, mert... Én úgyis csak bányáztam. Aztán Destruction... Na, Destruction Catalyst... Fú... Hát az... Az hagyján, de a hiperkinetik lensz. Olyan, nem is használtam. Az ilyen robbanós. Várjál, hogy lehet is stílusosan meghalni. Leugrok magasról. Nem fog ez most összejönni, úgy tűnik. Meg ugrani sem tudok, már annyira éhes vagyok. Szegény emberem. Rohadtul fog örülni, ha végre meghalhat. Ez a téhes. Ja. Yay! I'm died. Oké. Okay. Most vissza mászkálok a bázisunkhoz. Hajrá! Vegyek virágokat? Csak neked egy csak kocsát a virágokból. De jó. Ugye? Jó, itt megint leestem.
kell majd gumicsizma, mert mindig leesek mindenhol. Ó, itt van izé nád. Végre. Nád. Hogy mi? Elültetem. Ahogy lesz. Egy kis nád. Még pluszba. Redstone-unk van? Nincs. Akkor még csak az alapszintű divining-ról tudom. Majd hozok redstone-t. Már láttam. Na jó. Ha lesz még plusz 3 nádunk, akkor... mi ezt csinálok? Crafting table 3-at, és akkor nem kell tovább a crafting receptekkel szórakozni. Jó. Beállítok ide, köszönjük egy pontot. Ja, az nem hülyeség. Csak én kintre csinálom, mert rohadtul zavar az a kis nyíl, hogy állandóan át kell menni rajta. De én csak azért is ide. Feljebbre csinálom. Szép. Ide, erre a blokkra. nézzük. Fázis. Ó, olyan cuki T-mobile szint adott a labban. Fenn is hagyom. Ó, mondani, rózsaszín gyönyörű. Mióta vehetünk amúgy? Á, annyira tehát nem, mindegy. Mert ugye a részek elején meg végén ki kéne köszönni, meg nem, mert különben nagyon hülyén néz ki. Na nem, hát minek? De akkor megvágjuk, nem? Hogy nem köszöngetünk soha. Hát én általában úgy szoktam csinálni a multi sorozatoknál. Hogy mi van, hányan tartom. Mert szerintem már túl régóta veszük egy részhez. Hogy mikor kezdtük szok... el venni, oké? Okay? Most egy kicsit nem veszem. Ja. Jaj. Igen, tehát ez így kb. Egy rész, úgyhogy nálam ez ennyi is lesz, úgyhogy köszönöm, hogy minket néztek, és további jó szórakozást a Minecrafthoz, hello!